A karácsony üzenetéről, az ünnepek fontosságáról és a családi hagyományokról kérdeztük Balogh Zoltán református lelkészt, most ezt a beszélgetést láthatják. Szerintem minden gyereknek a karácsony az egy olyan dolog, ami a családi életnek a lényegét kifejezi, és nálunk is mind a készülődés, a különleges karácsonyi mesékkel és történetekkel, amiket édesanyánk ott a esténként elolvasott nekünk, mi négyen vagyunk testvérek, így családi körben így zajlott ez a készülés, az ajándékkészítésnek az izgalma, amikor már ezt úgy föl tudtuk mérni, hogy a szüleinknek mit fogunk ajándékozni, és aztán az egyik legkedvesebb emlékem, amitől sokáig nem voltam hajlandó megszabadulni, pedig már kamasz voltam, amikor emlékszem, hogy édesapám vakúval fényképezett Szentestén, és akkor én láttam az ablaknál fölvillanni egy angyal szárnyat, ami most úgy gondolom, hogy valószínűleg a vakú lehetett, és ragaszkodtam hozzá 5-6 évesen, hogy az az angyal volt, és én láttam a szárnyát, és ez azt jelenti nekem, hogy a gyermeknek, én is így voltam ezzel, mindig fontos, hogy olyan dolgokat is lát, amit a felnőttek nem látnak, és sokkal jobban tudja, hogy van egy világ, amit nem látunk, ami jelzéseket ad nekünk, üzeneteket küld, és ezeket az üzeneteket karácsonykor sokkal, sokkal inkább érzékeljük és észrevesszük. Meg tud maradni az a fajta gyermeki gondolkodás? Ha úgy tetszik, ez a fajta gyermeki gondolkodás? Ha lehet ilyet mondani, akkor ez nekünk szülőknek, vagy a felnőtt világnak is a felelőssége, hogy meddig engedjük a gyermekeinket abban a világban élni, ahol a jó tényleg jó, a rossz tényleg rossz, és abban a bizakodásban, és abban a, mondjuk így, hogy pozitív életszemléletben, hogy érdemes jónak lenni, hogy érdemes egyáson segíteni, hogy érdemes odafordulni a másikhoz. Ez a gyermekekben sokkal inkább benne van, még ha néha tudnak nagyon gonoszak is lenni, és ezt jó lenne nem kiölni belőlük a bizalmatlansággal, azzal, hogy azt mondjuk, hogy az életben csak a saját hasznodra figyelj oda, mert a többiek úgyse segítenek neked. Hogyha ez lenne egy, mondjuk így, egy össznemzeti törekvés, akkor egészen biztosan a következő generáció azban több erő és több szeretet tudna lenni. Annak idején az volt a szokás, hogy 24-én díszítettük fel a fát együtt a családdal. Most már hetek óta készülődik mindenki, és van olyan, ugye nyilván külföldi szokás, ami begyűrűzött, hogy már állnak bizonyos helyeken a fák. Szebb az, hogyha 24-ére hagyjuk ezt a feladatot? Igen, mert a felkészülésnek megvan az értelme. Nem véletlenül van 4 adventi hét, és mind a 4 adventi vasárnapnak megvan a maga üzenete, nem csak a kereskedelemben, inkább az csak utólag csapódott hozzá az ezüst meg az arany vasárnap, hanem inkább a kereszténységnek az üttörténetében, a kulturális hagyományaiban, és hogyha az ember valamit túl korán meg akar kapni, akkor lehet, hogy annak az értéke ezáltal el fog veszni, úgyhogy ezt érdemes 24-ére hagyni. Én hagyd mondjam azt, hogy azért még az én miniszteri időmben is nem véletlenül szabályoztuk úgy éppen az adventi vásároknak az idejét, hogy talán ne szeptemberbe kezdjük meg a Mikulás, ne októbertől már szaladgáljon, vagy november elejétől, hanem igen, ez az adventi időszakhoz kötődik. Szerintem 4 hét alatt is lehet annyit vásárolni, mint 6 hét alatt, vagy 8 hét alatt. Tehát a kereskedelem biztos hozzájut a hasznához, de így talán az odafigyelés és a valóságos fölkészülés az hangsúlyosabb, mint korábban. Az is kicsit összekeveredni látszik, hogy ki hozza ilyenkor az ajándékot, a Jézuska vagy a télapó. Igen. Hát én bízom benne, hogy azért ettől a télapótól, ami egy szovjet találmányként érkezett hozzánk, lassan elbúcsúzunk, bár a gyerekversek meg a gyerekénekek, a dalocskák azok ott maradnak az embernek a fülébe, meg a fejébe, mert hogy amikor azt mondjuk, hogy Mikulás, akkor mi tulajdonképpen egy szent életű, segítőkész, barátságos püspökre gondolunk az első századokból, Miklós püspökre, Szent Miklósra, és az ő szeretete és a jósága az valamilyen módon a mennyei szeretetnek és a jóságnak a megnyilvánulása, hogyha ezt kitöröljük a Mikulás mondjuk így mitológiából vagy kultúrából, akkor megint csak nem meggazdagítjuk, hanem szegényítjük. Szóval akkor maradjon csak Jézuska, aki ilyenkor ajándékot hoz? Hát a karácsonykor nálunk az angyalka hozta az ajándékot, azért, mert mi nagyon tudatos keresztény életet éltünk, és a Jézust, ő volt a legnagyobb ajándék. Tehát mindig, amikor végigvittük ezt a rituálét a családban, akkor mindig eljutottunk odáig, hogy miért ajándék Jézus.
és hogy igazából a karácsony nagy ajándéka ő, és ő önmagát ajándékozza nekünk, és minden más, ami ott van a fa alatt, azt ilyen mennyei követek hozzá kell nekünk, megvan minden családban ennek az értelme, de hagyd mondjam azt, és ebből a szempontból is nagyon hálásan emlékezem a szüleimre, én például egyáltalán nem értem meg egy ilyen nagy törésnek, amikor kiderült, hogy a keresztmama, meg a keresztapa, meg a különböző családtagoknak az anyádékai vannak ott a fa alatt. Szóval szépen át lehet ezt vezetni a gyerekvilágot, nagy csalódások nélkül is a felnőtt világba, hogyha megvan a belső figyelem a gyermekeinkre. És ez lenne a karácsonynak az értelme, nem a nagy és gazdag, drága ajándékok, hanem az, hogy önmagunkat adjuk, hiszen a Jézusi üzenet is ez, hogy önmagát adta nekünk, és minden igazi ajándékban magunkat adjuk. És az egy rossz ajándék, bármilyen drága, bármilyen sok pénzbe került, amit azért adunk, hogy helyettesítsük magunkat. Hogy... Volt akkor ezek szerint a gyerekkénti karácsony, és aztán eljött a szülőként megélt karácsony. Kellett-e bármin változtatni, vagy ugyanazt a szellemiséget lehetett továbbvinni? Hát én hálás vagyok ezért a szüleimnek is, meg a Jóistennek is, hogy én tovább vihettem, mi tovább vihettük azt a, hogy mondjam így, ezt a rituálét, azt a szokásrendszert, amiben fölnőttük, és a feleségem, aki beleházasodott ebbe a családba, is nagyon hálásan vette ezt, hogy nekünk ennek egy nagyon gazdag hagyománya volt, és a gyermekeinkkel ezt sikerült, úgy gondolom, tovább vinni, bízom benne, hogy ők is ezt teszik. 2018. decemberében mennyire kell nyitott szívvel és nyitott szemmel járni, hogy az ember áldást és békességet találjon? Éppen annyira, mint 2000 évvel ezelőtt, gondoljunk rá, ugye a találkozási történetet így elromantizáljuk, megszépítjük, gondoljunk arra, hogy hányan jártak, ezért nagyon jó ez a kifejezés, hogy nyitott szemmel, hányan csukták be a szemüket, hányan csukták be a szívüket, hányan húzták ki a kardjukat, gondoljunk a meggyilkolt betlehemi gyermekekre, tehát nem is olyan romantikus, kedves ez a történet, bizony a nyomorúságról is szól, a szegénységről, a kiszolgáltatottságról, a kitaszítottságról, gondoljunk Máriának és Józsefnek a menekülésére Egyiptomba, meg az, hogy egy barlangban, egy barlangistálóban született Jézus, és bizony voltak, akik elfordultak, és voltak, akik pedig nyitva tartották az életüket. Ezt megtenni ugyanolyan nehéz, és ugyanolyan könnyű bármikor a világban, mert akkor is voltak elterelő tényezők, azok mások voltak, mint ma. Akkor háborúk voltak, akkor más nehéz helyzetek voltak, ma meg lehet, hogy a fogyasztás, a konzum, az ajándékoknak a forgataga, meg a rohanás az, ami eltereli a figyelmünket. De hát ezt az erőt azt meg kell találnunk magunkban, egymásban, melyik a lényegre fordít oda bennünket, és ez ugyanúgy lehetséges, mint bármikor a világ története, az emberiség története során. Kicsit talán nehezebb úgy átszellemülni, hogy nem csak az adventi gyertyák fénye ég, vagy világít, hanem barikádokon is tüzek gyúlnak. Így van, ez valóban így van, de ilyenkor érdemes a kontrasztra odafigyelni, mert ezek a gyújtogatók, akik tüzeket gyújtanak, egyébként nem csak az utcán, hanem az emberek között is megpróbálnak tüzeket gyújtani, azok vannak az egyik oldalon, meg az a nagyon sok reflektor, ami meg az üzleteket, az meg a másik oldalról is, és ezek a fények, ezek mind az ellentetjei annak az adventi gyertyafénynek, meg annak a karácsonyi csillag fényének, amelyik az igazi békességről beszél, az igazi szeretetről beszél, az igazi kapcsolatokról, amik nem árun keresztül valami fajta megvásárolt dolgon keresztül működik, hanem két embernek a valóságos viszonyába. Úgyhogy én csak azt tudom kívánni azoknak, akik ma sokkal inkább a gyűlöletnek, a haragnak a magvait próbálják elvetni, és azokat meggyújtani, hogy találják meg legalább legkésőbb szentestére, találják meg ők is a saját békességüket, és próbáljanak meg úgy gondolni azokra, akikre ma haragszanak, akiket ma gyűlölnek, hogy ők is ugyanannak a Jóistennek a teremtményei, aki Jézus nekünk ajándékba adta, és hogy vannak olyan dolgok, amik elszakíthatatlanok és összekötnek embereket, akkor is, hogyha mi azokat el akarjuk szakítani és le akarjuk rombolni ezeket a szálakat. Ilyenkor évvégén talán jut idő a számadásra is, vagy a számvetésre, attól függ. A 2018-as évén, hogyha végig tekint, akkor mennyire elégedett?
A protestánsok azt mondják, hogy ők sosem elégedettek, úgyhogy én teljesen természetesen soha nem vagyok elégedett, de hogyha visszatekintek erre az évre, ahol egy nagy változás volt az életemben, újra visszatértem ahhoz a közösséghez, főállású lelkipásztorként, ahonnan elmentem 12 évvel ezelőtt, és hogy itt engem nagy szeretettel fogadtak és visszahívtak, és hogy ezen a karácsonyon most már az én adventem is olyan lehetett, hogy sokkal több idő és energia jutott a belső fölkészülés, akkor nagyon elégedett lehetek ezzel. És bízom benne, hogy az országban is azért mindenki érzi azokat a lépéseket, amiket előre tettünk. Persze érezzük a hiányokat is, ezekről is szabad beszélni, még az ünnepei asztalnál is, mert hát így vagyunk ezzel, de érdemes azokra az emberekre gondolni, akik Magyarországon az egyszerű betegágy mellett álló ápolóktól, a katedrán álló tanárokon keresztül adott esetben olyan országgyűlési képviselőig, akik ezt ennek a nemzetnek a javát szolgálják, többet tesznek, mint hogy önmagukért dolgoznak, hanem másokért is, a saját magukon, a családjukon túl árad az a szeretet, az az aktivitás, az a figyelem, az a munka, amit elvégeznek, és az egész nemzeti közösséget szolgálja. És itt első helyen, hogyha már Máriára gondolunk karácsonykor, azért mégiscsak az édesanyák állnak, úgyhogy ez legalább annyira az édesanyáknak, mint a kis Jézusnak az ünnepe ez a karácsony, ő nekik érdemes ilyenkor is köszönetet mondani. Mennyire bizakodó, akár a közel, akár a távolabb jövőt tekintve? Nem mindegy, hogy hova néz az ember. Az előbb azt mondta, hogy nyitott szemmel, hogyha arra rányítjuk a szemünket, hogy ennek a világnak a teremtője és a fenntartója az milyen lehetőségeket adott és készített az embereknek, akkor bizakodó vagyok, mert ha ezeket észrevesszük és élünk ezekkel a lehetőségekkel, akkor gazdagítani fogjuk a saját életünket is, meg a közösségünk életét is. Arra nézek, hogy mennyire nem sikerül ez nagyon sok embernek a világon, és bizony Magyarországon sem, akkor inkább aggodalom tölt el, de a keresztény üzenetnek egy nagyon fontos része az, hogy ha te azon a helyen, ahova téged a Jóisten állított, abban az életben, amit neked adott ajándékba, te megteszed azt, ami a te dolgod, akkor a többit nyugodtan rábízhatod a gondviselő Istenre, és én így próbálok élni, hogy azt a munkát, azt a feladatot, azt a felelősségi kört végezzem el, töltsem be, ami az enyém, és aztán bízom benne, hogy egyre többen lesznek olyanok, akik ezt szintén így gondolják, és akkor egész biztosan a következő évben ez az ország tovább fog gyarapodni, erősödni, és abban nagyon bízom, gondolva a következő év nagy eseményeire, hogy valamilyen módon Európa is jó irányba fog változni. Bízik akkor ezek szerint a józanészben és a tiszta szívben? Igen. Hogyha a józanságnak meg a tisztaságnak a forrását azt nem csak önmagunkban keressük, hanem abban a teremtő szándékban, ami miatt mindannyian vagyunk a világon, akkor egészen biztosan nem fogunk csalódni. Legyen így. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.